Gergő? Szia, Gergő! Nagyon rosszul fizet ez az önkéntes munka. Semmit nem kerestem vele. Valami megoldást kéne találni, segíts kérlek. Figyelj, tolok én megoldást a problémádra. Most lesz itt nem sokáig egy polgármester választás. Nagyon jó neved van hozzá. Megcsinálsz egy 6-7 kátyút, leáratod vele a mostani polgármestert, és simán megnyered a választást. 6-7 kátyú, ennyi az egész? Ennyi. Holnap jövök, megnézem, nagyszerű. Mit csináltál. Nagyon köszönöm, szavasz. Nagyon köszönöm. 6-7 kátyút megcsinálok, és megnyerem a választást. Gondolkodás nincs, enyém lesz a kincs. Ma rajta van a keréken. Na ez a lényeg, ez kell ki. Sok lesz ez. Szeretném, hogyha betartanák jó mindenféle jogszabályt és törvényt, ne legyen itt semmi következő probléma. Lesz csoportkép? Jó? Hát nyilván itt folyamatosan készült. Itt csináljunk már egyet, milyen rendben. Kollégák, mehetünk. Itt tartja be az ígéreteit, még kutyapártos is lehet a végén. Önök is már bármit megígérnek. Ez most megyünk megnézni, hogy milyen szép kátyúkat készített a Laci itt Felcsúton. Úgy számoltuk, hogy egy 6-7 kátyúval le lehet járatni annyira a polgármestert, hogy biztos legyen a nyerés. Milyen? Laci, te mi az atya úristen csinálsz? Hát megjavítjuk a kátyút. Hát megcsináljuk a kátyút. Azt mondtam neked, hogy csinálj 6-7 szép nagy kátyút a faluban, megutálják az emberek emiatt a polgármestert, és rád fognak szavazni. Erre te betömöd a kátyúkat? Betömöd a kátyúkat, azt hiszik, hogy ő csinálta meg, és elveszed a választást. Hát félreérthettem ezek szerint, hát én úgy értettem, hogy megcsinálni a kátyút, nem azt mondtam, hogy kátyút csinálni, hanem megjavítani a kátyút, de hát most akkor mi lesz, akkor azért lehetek még politikus? Politikus lehetsz, de az ország leggazdagabb embere így nehezen. És ezzel most mit tudunk csinálni? El lehet még ezt vinni innen? Nem jön szét. Jó, nem tudom, hát ez valami, kell valami gép, amivel ezt ki tudjuk szedni innen. Hát akkor ezt elbasztam. Puding vagyok én ehhez.